független tesztvizsga Ukrajna történetéből egy rendkívül érdekes dolog. Igazából két részből áll össze. Az első rész országunk 20. századi történelmét kéri számon a diákoktól, a második rész pedig a legősibb, legrégibb időktől a 19. század végéig próbálja meg különböző formákban és feladatok során a diákoknak a tudását lemérni. Nagyon fontos, hogy mind a két részt ki kell tölteni ahhoz, hogy érvényes legyen ez a vizsga. Milyen feladatok, milyen formák vannak ebben, amivel találkozhatunk? Elsősorban van egyszerű feleletválaszolós feladat, ahol négy válasz közül ki kell válaszolni, hogy melyik a helyes, az odaillő. Illetve vannak olyan kérdések, ahol fel van sorolva akár 6 vagy 7 lehetőség is, amelyek közül csak 3 jó. Viszont nagyon érdekes, mert ezek sokszor bele tudják keverni egy picit a diákot a jó válasz megtalálásába, el tudja bizonytalanítani, ezért nagyon-nagyon át kell olvasni, jól oda kell figyelni ezeknek a kiszűrésére, és hát arra, hogy a megfelelőt karikázzuk be. Általában jelen van ezeknek a teszteknek a megoldása során olyan feladat, amely során párosítani kell. A párosítások során a 4 felsorolt állításhoz 5 pár tartozik, amiből az egyik kakutojás is csak arra való, hogy összekavarja a diákot, nem tartozik a megfejtések közé. Ezért ez is nagy körültekintést igényel. Igazából talán a legkiemelhetőbb és legérdekesebb része a tesztsornak az a képek vagy a térképeknek a felismerése, azok által megmutatkozó és feltárt események bemutatása, amelyet különböző korokhoz, nevekhez vagy eseményekhez kell kötni. Így egy nagyon-nagyon komplex tesztfeladatsor áll össze, amelyben remélem, hogy nagy segítség lesz a következő előadás. Üdvözlöm Önöket oktatási műsorunkban! A mai napon Ukrajna történetével fogunk foglalkozni. Ez nem csak azoknak lesz érdekes, akik a külső független értékelésekre készülnek fel, hanem szerintem mindenki tanulhat ebből az alkalomból. Mai napon Szakál Imre lesz az, aki segítségünkre lesz ebben. Ő a főiskolának a történelemtanárja, és Ukrajna két világháború közti időszakával fogunk foglalkozni. Egy olyan időszakkal, amikor Ukrajna mint állam még nem működött, viszont ukrán földök már voltak. Kezdjünk is neki. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit! Az előző történelmi tematikájú előadásokból már a tisztelt nézők hallhattak arról, hogy az első világháborút követően 1917 és 1921 között különböző államalkotó törekvések jelentek meg az ukrán lakta területeken. Azt is tudhatják, hogy ezek az államalkotó törekvések nem jártak sikerre. Elsősorban azért, mivel az első világháború győztes nagyhatalmai nem számoltak egy független ukrán állam létrehozásával. Ilyen módon 1921-től az ukránok lakta területek különböző államok fennhatósága alá tartoztak. Ahogyan a dián is látható, az ukránok legjelentősebb része az a nem sokára a Szovjetunió fennhatósága alá kerülő Ukrán-Szovjet köztársaságban élt, amelynek 25 millió lakosa jelentős része ukrán nemzetiségű volt. Szintén nagy ukrán lakossága volt az újonnan létrejövő Lengyelországnak, amely megközelítőleg 5 millió ukrán nemzetiségű lakossal rendelkezett. Ukránok éltek még ezen kívül Romániában, megközelítőleg 800 ezer fő, illetőleg Csehszlovákia keleti csücskében ruszinok éltek. A mai adásban arra fogok törekedni, hogy bemutassam azt, hogy milyen viszonyok között élnek ezek az ukránok, melyek azok a legfontosabb történelmi folyamatok, amelyek mindennapjaikat befolyásolták, és megpróbálom kihangsúlyozni azt, hogy az érettségire való felkészülés során melyek azok a jelenségek, folyamatok, amire külön hangsúlyt kell fektetni. Kezdjük talán a Szovjetunióval, hiszen, mint mondtam, a legtöbb ukrán ebben az államalkulatban élt. Ez fontos tudni, hogy a Szovjetunió, mint a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége 1922. december 30-án jött létre. A dián látható az, hogy ekkor még csak 4 tagállam alkotta ezt az államalakulatot, az orosz, szovjet,
föderális szocialista köztársaság, az ukrán SSK, Kaukázuson túli SSK, illetőleg a fehér orosz vagy belorusz SSK. Azt is fontos elmondani, hogy a Szovjetunión belül ezeknek a tagköztársaságoknak voltak bizonyos önálló jogköreik, azonban a legeslegényegesebb ügyek, azok mind közös ügyek voltak. A tagállami jogkörök közé tartozott a mezőgazdaság, az egészségvédelem, az oktatás, a belügy, a szociális ellátás, illetőleg a bíráskodásnak a kérdése. Viszont központi jogkör volt a külügy, a hadügy, a pénzügy, az ipar, az iparügy, illetőleg az élelmezés ügy úgy szintén. Nagyon fontos elmondanunk azt, hogy függetlenül attól, hogy a Szovjetunió különböző államjogi dokumentumai mit rögzítettek, valójában ebben az államalakulatban a mindent átszövő kommunista párt irányította úgy a Szovjetunió központi hatalmát, mint a tagköztársaságokét. Az mondható el az ukrán területekről általánosságban, hogy rendkívül rossz helyzetet teremtett az a tény, hogy 1914-től egészen 1921-ig gyakorlatilag folyamatosan valamilyen hadicselekmény zajlott a területen. Először az első világháború, majd azt követően az orosz forradalmak, illetőleg a fokozatosan kibontakozó orosz polgárháború. Tetézte ezt a negatív helyzetet az, hogy 1917-től a fellazuló orosz birodalmon belül folyamatos parasztlázadások pusztítottak, és ez kiemelten érintette az ukrán területeket is. 1921-1923-ban éhínség sújtotta a Dnyepermenti Ukrajnát, amelynek legfőbb oka az volt, hogy az orosz polgárháború ideje alatt a bolsevikok csapataikat az úgynevezett hadikommunista politikával próbálták meg pénzzel ellátni, és 1921-23-ban megközelítőleg 4 millió ember éhezik Dnyepermenti Ukrajnában. A bolsevikok képtelenek ezen a helyzeten úrrá lenni, és csak külföldi segítséggel sikerül az éhséget 1923-ra visszaszorítani. Részben ez a tény, mármint az éhínség, részben pedig az, hogy megpróbálják konszolidálni a kommunista párt hatalmát a katonai erővel elfoglalt területeken, vezet ahhoz, hogy 1921-ben egy új jellegű gazdaságpolitikát vezetnek be, a közismertebb nevén a NEP-et. A NEP azt jelentette, hogy piacgazdasági viszonyokat próbálnak meghonosítani a Szovjetunió gazdaságában. Ez azt jelentette, hogy csak a nagyvállalatok maradtak állami tulajdonban, a kis- és középvállalatokat bérbeadták, illetőleg újra pénzt vezettek be az úgynevezett cservonyecet. Ezentúl megjelenik újra a teljesítmény alapú bérezés. A NEP-nek ilyen módon több eredménye volt. Például a kokáért az ukrán területek, melyek az orosz birodalom legjelentősebb ipari területei voltak az első világháborúig, azok visszanyerték ipari kapacitásuknak csak nem teljességét 1928-ra. Illetve ez az új gazdasági politika lehetőséget adott az ukrán területek elektromos energiával való ellátására, amelyet az úgynevezett GOERO tervben szabályoztak. A dián látható, talán kicsit gúnyos festmény jelzi azt, hogy egy sajátos társadalmi átalakulás is végbe megy, és az új gazdasági politika következtében megjelentek az úgynevezett nepmanok, akik csekély, vagy talán néha nagyobb vagyonukat az új gazdasági politika által biztosított lehetőségekből nyerték. Az ukránokat a két világháború között talán kulturális szempontból mindenképp legjelentősebben az úgynevezett ukránosítás politikája érintette. Nagyon fontos azt tudni, hogy az ukrán területeken végbe menő ukránosítás politikája az nem csak az ukránok irányába történt meg. Összszovjet szinten ezt gyökeresítési politikának hívták, és a lényege az volt, hogy a tagköztársaságok többségi nemzetiségeit azt megnyerjék a bolsevik párt számára. Ukrajnában ez úgy működött, törekedtek arra, hogy az ukránok létszámát növeljék a kommunista párt tagjai között, illetőleg az ukrán nyelv pozícióit erősítsék, ilyen módon ukrán kultúrintézményeket hoztak létre, és az addig létező kultúrintézményeket pedig erősítették. A dián látható ennek a politikának az eredménye. 1928-ra az USSK területén működő iskolák 85%-a ukrán tannyelvű volt, illetve az állami ügyintézés az 75%-ban már ukrán nyelven folyt.
Nagyon fontos az is, hogy megnövekedett az ukrán nyelvű hivatalnokoknak a száma, illetve azt is fontos megtanulni az érettségére különösen, hogy ennek a politikának a fő letéteményesei az OSSK területén Mikola Hvilovi író, Alekszander Sumszki oktatási népbiztos, illetőleg Mihajlo Volobjuv közgazdász voltak. A bolsevik hatalom a Szovjetunióban egyfajta sajátos szovjet modernizációt kívánt elindítani az 1920-as években. Ennek alapvetően három pillére volt, az első az iparosítás, a másik a kollektivizálás, a harmadik pedig egyfajta kulturális forradalom. Ezek közül legjelentősebben az ukránok lakta területeket, Dnyepermenti Ukrajnát, az iparosítás, illetőleg a kollektivizáció érintette. Az iparosítás lényege az volt, hogy az addigi agráripari országot, amely azt jelentette, hogy a mezőgazdaságnak volt elsődleges szerepe a gazdasági struktúrában, azt átalakítsák egy ipari agrárországgá. Ilyen módon az úgynevezett első 5 éves tervben, amely 1928 és 1932 között zajlott le, a tőkebefektetéseknek majdnem 80%-át az ipar fejlesztésére fordították. Illetőleg megjelenik a termelési verseny, amelynek lényege az volt, hogy a munkások ne csak a tervekben előirányzott százalékos teljesítményt érjék el, hanem lehetőség szerint meg is haladják azokat. Ukrajna szerepe kiemelt volt ezekben a fejlesztésekben, elsősorban azért, mert a Szovjetunió ásványi anyagkészletének jelentős része Ukrajna területén volt található, illetőleg az orosz birodalom korábbi ipari kapacitása is nagymértékben Ukrajnában összpontosult. Az iparosításnak nagyon sajátos velejárója volt a kollektivizálás is. A kollektivizálás azt jelentette, hogy a paraszti földtulajdonokat, illetőleg termelőeszközöket, azokat kollektív tulajdonba helyezték, és a parasztok munkaerejét is ezekben a kollektív gazdaságokban, kolhozokban hasznosították. Sajnos azonban a parasztoknak a munkájukból nagyon kevés hasznuk, vagy gyakorlatilag hasznuk egyáltalán nem származott. A kollektivizálásnak a valódi célja az volt, hogy az iparosításhoz szükséges pénzt előteremtse, akár azzal is, hogy a parasztok élelmezéséhez elengedhetetlen gabonát azt külföldre exportálták. Ennek a kollektivizálásnak a nagyon szomorú eredménye az 1932-33-as éhínség, amely során több millió ember pusztul el Dnyepermenti Ukrajnában. Napjainkban a 32-33-as éhínséget holodomornak nevezik, és genocidiumnak, népirtásnak minősítették. Nagyon sajátos nézet jelent meg egyébként történészek között arra vonatkozóval, hogy a holodomor az nem csak a kollektivizációnak volt egy sajátos és sajnálatos mellékterméke, hanem a létszáma csökkent, értelemszerűen a parasztoknak a létszáma, rendkívüli módon megnövekedett a hivatalnokoknak a létszáma, illetőleg megjelenik a nomenklatúra. A nomenklatúra kifejezése eredetileg azokat a beosztásokat, hivatalokat jelölték, amelyeket csak a párt által megbízhatónak talált emberek tölthettek be. A későbbiekben ez a kifejezés a teljes kommunista pártelitet jelölte. Az ukránok nem csak a Szovjetunió kötelékében élnek két világháború között, mint erre már utaltam is, második legnagyobb közösségük Lengyelországban élt. Lengyelországról tudni kell azt, hogy 1918-ban újra létrejön, miután a 18. század végén háromszor is felosztották. Az újonnan létrejött lengyel állam különböző fejlettségű területekből állt össze, amelyek Németországból, az osztrák-magyar monarchiából kerülnek az új lengyel köztársaság kötelékébe, gazdaságilag és sok egyéb tekintetben is lényegesen fejlettebb területek voltak, mint azok, melyek az orosz birodalomból kerülnek lengyel fennhatóság alá. Ezentúl Lengyelország lakosságának egyharmada valamely kisebbség köréhez tartozott, legnagyobb részben az ukránokhoz. Azt is fontos tudni, hogy Lengyelországban, akárcsak Kelet-Közép-Európa más országaiban a két világháború között elsősorban a nemzetállam építés volt a legfontosabb politikai program, és ennek következményeit a kisebbségek nagymértékben megsínlették. Az ukránok sem maradtak ki ezek közül, és a különböző lengyelek által hozott intézkedések miatt, amelyeket az ukránok jogfosztónak tartottak, különböző politikai szervezeteket hoztak létre. Talán a legfontosabb az az Ukrán Nemzeti Demokratikus Egyesület volt Dmitro Levickinek a vezetésével,
mely békés eszközökkel parlamentáris demokrácia útján próbálta az ukrán érdekeket érvényesíteni. Hasonló szervezet volt az Ukrán Szocialista Radikális Párt Lev Baczynszky vezetésével, valamint az Ukrán Szociáldemokrata Párt Mikola Hankevics vezetésével. Ezek a pártok mind azért küzdöttek, hogy bekerülhessenek a lengyel Szejmbe, és ott képviselőik útján az ukránok érdekei védelmére keljenek. Más módszereket választott az ukrán nacionalisták szervezete, amely egy igazán sajátos jelenség volt Lengyelországban a két világháború között. Egyrészt azért, mert nem Lengyelországban jött létre, 1929-ben Bécsben alakult meg, jelentősebb vezetői között megemlíthetjük Jevhen Konovalecet, vagy a szervezet ideológusát Dmitro Doncovot, illetőleg a szervezet galíciai tevékenységének talán legismertebb szervezőjét, Stepan Banderát. Az ő tevékenységük abban különbözött leginkább az egyéb ukrán társadalmi politikai szervezetektől, hogy ők nem a parlamentáris demokrácia útját követik az ukrán érdekérvényesítésben, hanem a terror eszközéhez nyúltak. Számtalan merényletet követtek el két világháború közötti Lengyelországban, elsősorban lengyel közigazgatási vezetők és politikusok ellen, de nem csak Lengyelországban, hanem külföldön is lengyel célpontok ellen, illetőleg nem csak lengyelek ellen követnek el merényletet, hanem azok ellen az ukránok ellen is, akik a lengyel köztársasággal bármilyen módon együttműködtek. Románia kötelékében nagyjából 800 ezer ukrán élt a két világháború között. Romániáról sok tekintetben ugyanaz mondható el, mint Lengyelországról, bár a román állam a 19. században is létezik, 1918 után lényegesen nagyobb területen jött létre, és a fő politikai cél ebben az országban is a nemzetállamépítés volt, és nagyon gyakran kemény eszközökkel próbálták ezt érvényesíteni a kisebbségek rovására. Az ukránoknak ilyen tekintetben a helyzetük sok esetben hasonló, vagy még néha rosszabb is volt, mint Lengyelországban. Ennek következtében itt is létrejöttek különböző politikai szerveződések. A legjelentősebb, amelyet mindenképp meg kell említeni, ez az Ukrán Nemzeti Párt volt Volodymyr Szerhij Zalozecki vezetésével. Említettem az előadás elején, hogy ukránok nem csak Romániában, Lengyelországban és a Szovjetunióban, de Csehszlovákiában is éltek. Csehszlovákia a keleti csücskében, a régi északkeleti magyar vármegyékben élt nagyjából félmilliós ruszin lakosság, akik még a középkorban váltak el attól a Galíciától keletre elhelyezkedő rutén etnikai tömbből, amelyből az ukránság a későbbiekben kialakult. A ruszinok körében, ahogyan magukat a két világháború között nevezték, elsősorban a 30-as években erősödik meg az ukrán politikai irányvonal. Csehszlovákiáról fontos azt elmondani, hogy a két világháború közötti legdemokratikusabban működő kelet-közép-európai országnak tartották. Viszont azt is fontos rögzíteni, hogy ahogy Lengyelországban és Romániában, úgy Csehszlovákiában is elsősorban a nemzetállamépítés volt a legfontosabb politikai cél, és ilyen módon ennek rendelték alá a kisebbségpolitikájukat is. Nagyon jól jellemzi ezt az a tény, hogy Podkárpátszka Rusznak, vagy a napjainkban hívjuk Kárpátaljának, az párizsi békekonferencián autonómiát ígértek, azonban ezt az autonómiát egészen 1938-ig nem biztosították a terület számára. Maga ez az autonóm jogkör csupán abban fejeződött ki, hogy a terület élén kormányzó állt a két világháború között. Az első kormányzó Gregory Zsatkovics volt, aki egy Amerikából származó ügyvéd volt, őt Anton Beskid követte, majd pedig a 30-as évek közepén Konstantin Hrabár. A valódi irányítás azonban a két világháború között mindig a cseh származású alkormányzó kezében volt. Ezt a pozíciót a leghosszabb ideig Antonin Rozsipál töltötte be, ez a képen kedélyesen szivarozó úriember, és igazából a valódi irányítás ennek az alkormányzónak a kezében összpontosult. Ez igazán jelentős fordulatok Kárpátalja történelmében 1938 őszén következtek be, amikor is az első bécsi döntés értelmében Kárpátalja délnyugati területei visszakerültek Magyarország kötelékébe, és azok a területek, amelyek zömében ruszin lakta területek voltak, maradnak a Csehszlovák köztársaság fennhatósága alatt. Ezeken a területeken jön létre a későbbiekben Kárpát-ukránnak nevezett autonómia, ami azonban nem éli túl sokkal a Csehszlovák köztársaságot. 1939
Március közepén a Német Birodalom úgy dönt, hogy végleg felosztja a Csehszlovák Köztársaságot, a német csapatok megszállják Prágát, ezt követően pedig Magyarország is úgy dönt, német beleegyezéssel, hogy katonai erővel veszi vissza Kárpátalja maradék területeit. A magyar hadmozdulatok 1939. március 14-én indultak meg, és erre válaszul március 15-én a Huszton működő kárpáti ukrán autonóm kormány kikiáltotta függetlenségét, és ezzel létrejött az egyetlen napig függetlenséget élvező kárpáti ukrán állam, Volosin Augustin elnökletével. A magyar honvédség néhány nap alatt visszafoglalta Kárpátalja teljes területét. Így a kárpát-ukrán államnak csak egyetlen napnyi függetlenség jutott. Ennek ellenére a mai ukrán állam nagyon fontos államiság történeti előzményeinek tekinti ezt az epizódot, és ilyen módon történeti kánonjában nagyon fontos szerepet szán az egy napig létező kárpáti ukrán államnak. Ez azért is nagyon fontos az érettségére készülők szempontjából, mert 2019. márciusában lesz 80 éve az, hogy Huszton kikiáltották ennek a mini államnak a függetlenségét. Remélem, rövid előadásom hozzájárult ahhoz, hogy Ukrajna két világháború közötti történetéről többet megtudjatok, és kívánok sok sikert az érettségire való felkészüléshez.